Lehet, hogy most kezdődik minden. Lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hajnal, a napsugárral érkezel. Tisztelt hölgyek, urak, barátok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! A mai beszélgetésünk fő témái a mezőgazdaság, turizmus és az ebből adódó mellékágak. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkbe tanácsos társaimat, akik vállalkoztak erre a beszélgetésre. Köszöntöm körünkbe Mezei Attila kézműves, Márton Levente vállalkozó, Bajkó László, a Detroit Tertelmelők Egyesületének elnöke, Tóth Lehel, falmegmunkáló, Csibi Edit, panzió tulajdonos és Bajkó Árpád, gazdálkodó. Csapatunk jelszava: folytonosság, megbízhatóság, szakértelem. Csapatunkban olyan szakemberek vannak, amely az élet minden terén tud bizonyítani, és bizonyított is mostanig. Márton Levente kollégám, kérlek, mondd el véleményedet, hogyan látod Detroit az elkövetkező 4 évben? Igen, köszönöm szépen. Hát 2 nagy mondással kezdenék. Az egyik az, hogy álmodni merni kell. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 évben is mertünk álmodni, mert ugye az álmokból lesznek a megvalósítások. Az is igaz, hogy homokra nem lehet kővárat építeni, sziklára, stabil alapra lehet kővárat építeni, stabil építményt. Miért mondom ezt? Nagyon sok gondolat, nagyon sok ötlet elhangzott ezelőtt 4 évvel is, és most is, úgy kampányon kívül, mint kampányon belül, de mindezek megvalósításához elsősorban pénzre van szükség, másodszorban pénzre van szükség, és harmadszorban pénzre van szükség. Miből tudunk mi, ugye, Detroit községébe pénzt csinálni? Legtöbbször ahhoz, hogy pénzhez jussunk, ugye, pályázatokhoz, állami támogatásokhoz, uniós támogatásokhoz, és nem utolsó sorban megyei pénzekhez folyamodtunk, de mindezek egymagukban nem elegendőek, ugyanis mindig van egy önrész, amit az önkormányzatnak állni kell. Na már most tapasztaltuk azt, hogy az önkormányzatnak nem mindig van elegendő pénze. Nagyon sokszor ugye bankkölcsönhöz kellett folyamodni. De hogyha tudunk, és már pedig tudunk létrehozni olyan tevékenységeket, amelyből mi profitot tudunk generálni a közösség javára, akkor kevesebb kölcsönre lesz szükségünk. És sokkal több pályázatot tudunk ugye a falunak megszerezni, magyarán mondva nagyobb hatékonysággal fogunk tudni dolgozni. Mire gondolok? A községünknek körülbelül 400 hektár területe van jelenleg a borszéki, hollói és talán még más önkormányzatoknál olyan területek, melyeknek nagy része erdő, egy jó része legelő, kaszáló. Ezt jelen pillanatban a szomszédos önkormányzatok, mondhatnám úgy is, hogy oktalanul bitorolják. Sokat dolgoztunk és tettünk azért, hogy ezek a területek visszakerüljenek az önkormányzat tulajdonába. Viszont jelen pillanatig ez még nem történt meg. Ezért a következő 4 évben, hogy így fogalmazzak, minden követ meg kell mozgassunk, hogy ez a vagyon, ez a tulajdon visszakerüljön a jogos tulajdonosához, azaz a detroiti önkormányzathoz. Hogyha ezt a 400 hektár területet, melynek ugye egy jó része erdő, és egy kisebb része legelő szántó az önkormányzat tulajdonába tudjuk, attól a perctől ugye van már jövedelmünk. Nem csak a fa kivágásából, hanem tulajdonképpen a másodlagos hasznosításából is az erdőnek. Itt egész pontosan az ivóvíz előállítására gondolok.
Nagyon sokat halljuk, hogy az elmúlt 10 év és a következő 20 év legnagyobb problémája az ivóvízhiány és az éhínség volt és lesz. Talán nem az lesz a kérdés a következő 20 évben, hogy lesz-e kőolaj, hanem az, hogy lesz-e ivóvíz. Én úgy gondolom, hogy akinek lesz ivóvíze, annak lesz kőolaja, lesz, amit ugye az asztalra tenni, illetve lesz pénze. Az erdőgazdálkodás egymagába munkahelyet teremt. Az erdő másodlagos kihasználása, most itt ugye említettem az ivóvizet, tehát ha meg tudjuk ezt valósítani, és már pedig meg tudjuk valósítani, hogy ivóvizet palackozzunk a Ditró neve alatt, újból munkahelyeket generál, újból jövedelmet hoz a falunak. Ehhez természetesen létre kell hozzunk az önkormányzat mellett működő korlátolt felelősségű társaságot, magyarán céget, amely adminisztrálná az erdőt, adminisztrálná a legelőt, és tulajdonképpen ügyintézni az ivóvíz töltőde dolgait. Tovább menve, ha van nekünk egy cégünk, amely már foglalkozik bizonyos tevékenységekkel, alkalmazottjai vannak, akkor talán használhatnunk arra is, hogy azokat a munkákat, amelyeket az önkormányzat úgymond kiszerződ különböző alvállalkozóknak, azt a saját cégünk elvégezhetné, így sokkal több pénzünk maradna, a minőségi ellenőrzés is a kezünkbe volna, nem a hogy így mondjam, Bukarest, vagy a megye mondaná meg, hogy mikor, ki, mit kell csináljunk, vagy ellenőrizzen, hanem mi helyileg tudnunk felügyelni, tudnunk irányítani ezeket a tevékenységeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Márton Levente. Azt látom, hogy belőle tényleg a vállalkozó beszélget, és örülök annak, hogy körünkbe vagy, ugyanis olyan gondolatokat osztottál meg velünk, amelyek az elkövetkező években fontosak Ditró számára és Ditró jövedelmének a kiegészítése számára. Községünk lakói elég nagy hányada a mezőgazdaságból él. Itt van körünkbe a Ditrói Tejtermelők Egyesületének elnöke, akit felkérek, hogy mondja el, hogyan látja a tejtermelők életét Ditróba, hogyan volt ez egy néhány évvel visszamenőleg, és hogyan szeretnénk tovább folytatni ahhoz, hogy a gazdák, a ditrói tejtermelők pénzhez is jussanak. Laci, kérlek. Hát 2009-ben alakult meg a Ditrói Tejtermelők Egyesületének a csoportja, most jelenleg 106 tagja van. Szeretnék, ugye azért alakultunk meg, hogy nagyobb csoportosulással tudjuk egymást támogatni, mindenféle pályázatokat, mindent, hogy segítsük a gazdákat. Még az előre lévőkben azt szeretnénk csinálni, egy tejfeldolgozón gondolkozunk, amit továbbra is ki szeretnénk vitelezni, hogy a gazdák minél jobb árat, minél jobb minőséget, mindent, hogy tudjuk segíteni a gazdákat továbbra is. El kell mondanom ezt kiegészítésként, hogy jelen pillanatban több ezer liter tej elmegy Ditróból. Ez azért is fontos, mert a 2009 előtt, 2008, tehát 7 és 8-ban azt mondanám, annyira csökkent az állatállomány, hogy egy adott pillanatban meg voltunk jedve, hogy mi lesz, hogyha így megy tovább. 2009-ben, miután megalakult az Egyesület, és egy jó felvásárlót találtunk, tényleg megnőtt az állatállomány, és most jelen pillanatban ott vagyunk, hogy jobb, mint 2007-ben, ahol tényleg egy jó szám volt akkor Ditróban. Egy következő probléma, ami szintén a mezőgazdasághoz és kimondottan az állattenyésztéshez kapcsolódik, az állattartás. Itt van körünkben egy olyan gazda, aki több mint 10 éve gazdálkodik, sikeresen gazdálkodik, és én ennek nagyon örülök, ugyanis fontos az, hogy még nagyon fiatal ahhoz, hogy ilyen régi ideje gazdálkodik, és hát Árpi, kérlek, mondd el, hogyan látod a ditrói gazdálkodók életét,
hogyan szeretnéd ezt esetleg csinálni, hogyha bekerülsz a tanácstestületbe? Azt szeretném mondani, első szempontom az volna, hogy egy 20 tányás kis farm tulajdonosa vagyok, és lassan most már kezdtem arra ráébredni, hogy mindig és mindenhol a kezdet nehéz. Nagyon nehéz volt eleinte, nem volt megfelelő, tehát háttér, nem voltak szubvenciók, nem voltak pályázati dolgok. Most már hál' Istennek, hogy néhány éve azt megértük, hogy nem csak magunk, hanem még az állam is besegít. Elsősorban azt szeretném mindenkinek kihangsúlyozni, hogy rá kell hangolódni a faj állomány, az állomány feljavítására, a faj nemesítés, apa állatok beszerzésére, csak ezt tudom mondani mindenkinek. Lassan már 6-7 éve, hogy csak biztos helyekről szerzem be a magot, tehát ezt arra értem, hogy mesterséges megtermékenyítés. Akinek még esetleg ez nem mond semmit, bárkinek, bárkivel szóba állok, sajnos nem vagyunk tisztában, mert leintjük, könnyen veszük fel, de komolyan kell venni. Példaképpen fel szeretném azt hozni, hogy lassan már elértem egy olyan szintre, hogy másodszor el lett tehenem 30 liter napi tejen felül alatt. Tehát soknak ezt szeretném ajánlani a figyelmébe. Ezen kívül van egy apaállatunk, ami ez nagy. Reményt fűzünk a közeljövőbe, ezt szeretnénk folytatni. Lassan 20 éves tapasztalatom van ezen a téren is. Tehát minden tudásommal szeretném segíteni ezt a célt, hogy elérjük, hogy legyen a jó fajállomány Ditónak, és nem utolsó sorban a mezei utaknak is a feljavításról, összefoglásról közösen. Köszönöm szépen. Én köszönöm, Árpád. Igen, hát azt tudni kell, hogy Ditróban nagyon sok olyan gazda van most már az utóbbi időben, akinek több mint 10, talán több mint 20 állata van, és ennek nagyon örülünk. Valamikor, amikor a tejkóta rendszer bejött, talán 6-7 évvel ezelőtt, akkor több ilyen kisebb fórumot tartottunk, főleg a csarnokoknál, és én akkor mindig elmondtam, és nem az én előrelátásom volt, hanem előre olvastam azt, és mások leírták, én csak tolmácsoltam az embereknek, hogy át kell állni a farm rendszerre, ugyanis az egy-két tehenes gazdákat az állam és az unió nem támogatja. Erre álltak rá Ditróban nagyon sokan, és én ennek örülök, mert ez egy olyan jövedelmi forrás a községen belül az egyénnek és a farmernek, amely egy egész családnak a létét is segíti. Viszont ahhoz, hogy minden a mezőgazdaság minden terén tudjunk normálisan dolgozni, szükségesek olyan lépések, amelyeket sajnos nagyon későn tudtunk megtenni. És ez az egyik pontosan a mezei utaknak a problémája. Itt van körünkben Tóth Lehel, akit megkérek, hogy mondja el a véleményét a mezei utak állapotáról, és azt, hogy hogyan látja, hogyan szeretné esetleg az elkövetkező 4 évben végezni munkáját, hogy javuljanak ezek a mezei utak Ditrókösségben. Hát először is az én meglátásom, hogy nagyon jó ez a nemzetközi út, ami megalakult Ditróba, és az egész megyébe. Tényleg kényelmes mindenki számára, de ez nem a gazdálkodóknak, nem a mezőgazdasági gépeknek vagy a lovaskocsiknak volt tervezve. Erről előbb-utóbb kényszerítnek mindenkit, úgy engem, mint mást. És arra kéne törekedjünk, hogy amennyiben lehet, lehetőségünk lesz a mezei utakot rendbe tenni, és a régi utakot visszaállítani a helyre. Mert több olyan út van, amelyiknek a vége vagy le van zárva, vagy nincsen lekanalizálva. Szabályszerűen járhatatlan. Úgy traktorral, mint lovaskocsival nem lehet rajta mozogni. Itt vannak a legközelebbi falvak, amikkel közös kommunikációk vannak, közös cserekereskedelem van, nem fogunk az úton tudni közlekedni. Se egyik faluba, se másik faluba. Ki kell alakítsuk a mezei utakot, ahol tudunk forgalmat biztosítani a gazdálkodóknak, a kisebb termelőknek, hogy a cserekereskedelem ne szakadjon meg azért, mert nincsen lehetőség egy autóval elmenni, mert ő megszokta már, megérte azt a 70 évet, hogy a lovát nem fogja tudni lecserélni egy autóra vagy egy kis traktorra. Ezeken kéne próbáljunk, ameddig lehetőségünk van,
változtatni és kialakítani olyan útrendszert, ahol úgy autóval, mint lovaskocsival vagy traktorral elérjük a földjeinket, amelyiket meg tudunk munkálni. Mert a falunak nagy része most már tényleg gazdálkodással foglalkozik, sok olyan van, szakmáját hagyta fel a gazdálkodásig. Nem volt lehetőség a szakmájában megélni. Ezért az utakra amennyiben lehet, minél több figyelmet kell fordítsunk, nem csak mi, hanem a gazdák is. Mert az a két kő, ami a földjén van, ne a sázba dobja, hanem lehet dobja ki az út közepére. Mert azzal is az a gödör minden nap két kő kerül belé, előbb-utóbb megtelik. Ez az én meglátásom. Mivel a Tamásnak is lehetőségében áll 2011-től mezőutakra is pályázni, mezőutaknak a karbantartására is felfigyelni, megpróbáljuk az erőnktől amennyiben lehet a mezőutakot rendbe tenni, és összekötni először a legközelebbi falvakkal, hogy cserekereskedelem ne szakadjon meg. Köszönöm szépen. Én köszönöm, Lehel. Egy annyival egészíteném ki a 2011-es mondatodat, hogy igen, az önkormányzat 2011-ben vette be községi vagyonba a ditrói mezőutakot. Azokat a mezőutakot, amelyek kataszteri papíron, tehát kataszteri éveken, és telekönyvileg is igazolni lehetett, hogy Ditró tulajdona volt valamikor. Nagyon sok olyan mezei út van, amely a kollektív idő alatt lett. Valahogy valakik megépítették, vagy éppenséggel csak járni kezdtek rajta. Hát sajnos ezeket az utakot nem fogjuk tudni biztosítani, de reméljük, hogy az elkövetkező 4 évben tényleg járhatóvá tudjuk tenni az útjainkot, ugyanis van erre pályázati lehetőség, és most már önkormányzati tulajdon is. Csoportunkban itt van Csibi Edit, aki a turizmusban szakértő, és Edit, akkor kérlek, mondd el véleményedet, hogyan látod, és hogyan szeretnéd látni az elkövetkező 4 évben Ditrót a turizmus szempontjából? Az elmúlt 4 évben a Turisztikai, Urbanisztikai és Mezőgazdasági Bizottság tagjaként működtem, fejtettem ki tevékenységemet itt a csoporton belül. Én azt gondolom, hogy először beszélnék egy pár szót a urbanisztikai szempontból, amilyen fejlődéseken ment át Ditró. Nem sorolnám föl az összeset, hiszen a polgármester úr már beszámolt filmjében, kiskönyvekben, évértékelő füzetekben. Én egy pár dolgot említenék, többek között az általános rendezési tervet, amely a községnek nagyon fontos volt. Ezáltal kitolódtak a község határai, megnövekedtek a belterületek, körülbelül 1 kilométerrel került följebb a község határa, mint volt. Ugyanakkor iparterületeket létesítettünk, ami nagyon fontos a vállalkozók számára, hiszen iparterület nélkül nincsen vállalkozás. Említendő dolog, hogy turisztikai zónákat alakítottunk ki, készülve arra, hogy a turizmust minél nagyobb irányba fejlesszük, főleg a tölgyesi részen. Ami nem megvetendő dolog, a villamos hálózatot kiépítettük az elmúlt 4 évben, tehát aki építeni szeretne, ha turisztikai szempontból szeretne valaki fejlesztéseket, beruházásokat végezni, mindenképp lehetősége van. Ott van a villamos energiahálózat is, belterületté vannak nyilvánítva a területek, plusz turisztikai zónák vannak. Megemlíteném azt is, hogy nagyon fontos dolog, hogy kiépítettük a vasúton túl a Ditró községhez tartozó pár háznak is a villamos energiahálózatát, hiszen nekik a vasúti társaság vissza akarta vonni az elektromos áramokat. Turisztikai szempontból az elmúlt 4 évben nagyon nagy látványos fejlődések nem történtek, viszont megtörténtek azok az előrelépések, ami a következő 4 évben szerintem látszódni fognak. Nagyon sok konferencia, különböző rendezvényekre idegen országokból hívtunk be vendégeket. Megemlíteném az Euromókát, ugye, amelyre 5 ország részvevői jelentek meg. Ennek a hozadéka egy nyári kert fönt az utászháznál, amit igaz, hogy pályázati pénzből lett akkor építve erre a célra, de azóta is és azután is a község lakosai fognak használni. Ebben a pillanatban egy turisztikai pályázat el van készítve, amit nagy szeretettel és nagy odaadással végeztek, vagy készítettek el a község polgármesteri hivatalának a dolgozói. Megemlíteném az erdészek segítségét, megemlíteném a különböző
érdekelt személyek, tehát a tanácstestületi tagok közül, akik érdekeltek voltak ebben az ügyben, ők is mindannyian segítettek, ugyanakkor a hegyi mentők támogatták és nagy segítséget nyújtottak ennek a pályázatnak az elkészítésében, hiszen ez a turista ösvényeket, turista útvonalakat fog majd szorgalmazni. Amennyiben ezt a pályázatot megnyerjük, a falunak 200 ezer eurót hoz ez a pályázat, ez érezhető lesz majd, a falu arculatát fogja javítani, hiszen ebből egy turisztikai központot is szeretnénk létrehozni itt a főtéren, a tömbházak között, ahol információkkal szolgálnak, ahol minden panzió fel lesz tüntetve, hogy ki tud vendéget fogadni, kihez lehet küldeni, ugyanakkor a programok fel lesznek tüntetve, ezek a turista ösvények, turista útvonalak, és én remélem, hogy a jövőre való tekintettel a turizmus a mezőgazdaság mellett lesz az az ágazat, amely sok embert ide fog vonzani, sok munkahelyet fog teremteni, és pénzt hoz majd a falunak. Mindezzel javítjuk a község arculatát, ha beruházunk, mint turisztikai iroda, ha beruházunk, mint turista ösvények, ez mind az előnyünkre szolgál, és támogatunk minden olyat, ami a községet szolgálja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és akkor itt talán meg kell említenem azt, hogy az első szó, amely a mottónkból, a szlogenünkből kiemelik, a folytonosság. Nem létezik olyan munka körünkbe itt most, amelyet nem tudnánk úgy jellemezni, hogy az elmúlt 4 évhez csatoljuk hozzá az elkövetkező 4 évet. Ez alatt értjük mi azt, hogy folytonosság. Tehát az elmúlt 4 év munkájából merítkezve előre próbálunk lépni úgy, hogy megalapozzuk a következő 4 év alatt Ditrónak a jövőjét. Községünkbe tudni kell, hogy azért nagyon jó kézművesek vannak. És ezekre a kézművesekre szeretnénk alapozni ebbe a pályázatba is, amit említettél, Editke. Ugyanis a pályázat amellett, hogy turista ösvényeket hoz létre, hogyha megvalósul, a ditrói kézművesekhez is elviszi az embereket. Elviszi a kenyérsítéshöz, a malmokhoz, kovácsokhoz, és természetesen elviszi a fafaragóhoz is. És itt van körünkben Mezei Attila, aki elmondja, hogyan látja ő az elkövetkező 4 évet, mint kézműves. Attila, kélek. Azért álltam a csapat mögé, látva a szorgalmat, munka iránti tiszteletet és alázatot. Ugyanígy a kézművesek és mesteremberek hasonlóképpen viselkednek Gyergyó Ditróban. De nagy szükségük volna, úgy ítélem meg, a segítségre. Széles körben megismertessük a munkáikat, ismertté tegyük, és a turizmushoz is bőségesen hozzájárulhat ez a tevékenység. Egy más részről szeretnék az iskolákkal karöltve mesterember találkozókat a gyerekek számára, állás, szóval a szakmai bőrzét meghonosítani, abból a célból, hogy a gyerekek megismerhessék a Ditróba előforduló kézműves tevékenységeket, amely a boldogulásukat, esetleg a helyben maradásukat előre mozdítana. A kézműves munka egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt eszköz a környezet és a hozzátartozó jelenségek megismerésére. Megtanít gondolkodni, szabadság szeretetre és jó ízlésre nevel. Köszönöm, Attila, a gondolataidat, és azt el kell mondanom, hogy Ditróba, itt a környéken, talán Gyergyóbedence is, azt is mondhatnánk, hogy Hargita megye legjobb fafaragó osztálya működött, amiből te is kinevelkedtél. És én azt szeretném, hogyha vissza tudnánk állítani ezt az iskolát. Ugyanis dolgozunk azon, a megyei tanácssal karöltve és Böjte alapítvánnyal karöltve, hogy a mostani bentlakásba hozzunk gyerekeket Gyergyóbedencéből, ha kell az alapítványtól. A bentlakásban elindítanánk egy iskolát az alapítvány gyerekeivel és a Gyergyóbedence összes
községének a gyerekeivel, akik ide szeretnének jönni, faipart tanulni, faragászatot és fa megmunkálást. Ezen dolgozunk továbbra, hogy ez az iskola elindulhasson. A legtalálóbb, amit mondtál az előbb, hogy a munka iránti tisztelet. Igen, ezt a fiataljainkba bele kell nevelni ahhoz, hogy a mesterember, amikor bemegy a műhelybe, úgy fog neki fával dolgozni, hogy egyszer kezet mos, mert megvan az anyag és a munka iránti tisztelete. Ezt, hogyha megtanulják a fiataljaink, akkor ez már nagyon előrelépés. És hát tisztelt hölgyem, kedves urak, el kell mondanom, hogy nagyon örülök a mai beszélgetésnek. Természetesen nem tudjuk ennyi idő alatt végig tárgyalni, végig beszélni minden olyan problémát, minden olyan tervünket, amit szeretnénk az elkövetkező 4 évben, ugyanis ahhoz rövid az időnk is. De el kell mondanom, hogy jó meglátásaitok vannak, és ez az, amit úgy hívunk a mottónkba, hogy szakértelem. Megbízhatóak vagytok, ugyanis fedhetetlen mindenki, nagyon megbízható ember, rég dolgozik a szakmájába, és ez az, amit úgy hívunk, hogy megbízhatóság. És akkor hadd ismételjem el még egyszer a szlogenünket. Megbízhatóság, szakértelem, és a végére hagytam a folytonosság, ugyanis, amint az előbb említettem, fontos az, hogy úgy tudunk dolgozni, hogy van már a hátunk mögött egy olyan múlt, amire tudunk alapozni. És erre a munkára kérjük természetesen a választók szavazatát a következő választáson, és kérjük, hogy támogassák azt a csapatot, akik képesek lesznek elvégezni azt a munkát, ami a szükség a községnek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Isten áldjon mindenkit!